dadogás, tankönyvek, a tanárok tekintélye és hivatástudata, mindez itt az MN-ben, mindjárt kezdünk. A katedrának már ebbe az időszakban egy nagyon komoly üzenete volt a gyerekek felé is. Amikor itt áll a tanítóór, a tanulók óhatatlanul arra kényszerülnek, hogy fölnézzenek rá, jelképesen is üzeni, hogy a tanítóór egy tanult ember. Ő az, aki velünk foglalkozik, nevel bennünket. Föl kell ránéznünk, tisztelni kell őt. No, hát mi a véleményük? Ilyen-e ma a tanítók és a tanárok helyzete Magyarországon, vagy esetleg valami más? Írják meg nekünk, telefonáljanak, mondják el a véleményüket. Annál is inkább kérdezhetnek is egyébként, mert hogy Galambosi Elvira pszichológus kint van a telefonoknál, őt is kereshetik természetesen mindenféle iskolával, gyermekkel, szülővel, tanárral kapcsolatos kérdéssel nyugodtan hívják a vendégünket. És Eszter, mondd a telefonszámokat, légy szíves. Egész adás alatt hívhatnak bennünket a 0617 59 56 00, illetve a 0630 759 56 00. Küldhetnek nekünk SMS-t a 0630 55 55 26-ra. Itt ne felejtjék el megírni a saját elérhetőségüket, hogy válaszolni tudjunk önöknek. Aztán a nap 24 órájában elérnek bennünket az mmkukac.mtva.hu e-mail címünkön, vagy villámlevél címünkön. Ott vagyunk a Facebookon, folyamatosan frissülünk, lájkolhatnak minket, a legérdekesebb videókat pedig a YouTube-on is megnézhetik. Sokszínűség. Rászoruló gyerekeket és kíváncsi felnőtteket is tanít az MM Mikulás. Hány éve Mikulás a suliban? A múlt homályába vész. Pap Szabolcs és a közoktatás. Stúdiónkban a szuper nem énekese. Bebe beszédzavar. Hogyan lehet erényt kovácsolni a dadogásból? Én kiabálós anyuka vagyok. És én meg hát lehet, hogy neki erős személyiség vagyok. Élete a tanítás. Hivatástudat korhatár nélkül. Gyermekvilág az egy csoda. December 6-a van Szent Miklós püspök emléknapja. A gyerekeknek próbálunk kedveskedni, és a szülőket figyelmeztetni a következő néhány pillanattal. Ideje akkor lassan készülnöm, mert most már mennem kell. Segítsen. A megkötője. Hát köszönöm szépen. Mosnira vagy csomóra? Mosni jobb lesz, mert könnyebb lesz nekem kioldani. Köszönöm. Jó, szorosan. Így jó lesz. Hány éve Mikulás a suliban? A múlt homályába vész. Az egésznek ugye koronája a szakár. Hoppá, az órámat nem vettem le, azt nem vihetem magammal, mert ezekre figyelnek az apró részletekre. És hát a kezemből ki ne maradjon a csengő, amikor az ajtónál megállok és csengetek, hogy megérkezett a Mikulás. Hoppá, a szemüveg. Aha. Azt mindig hordani szoktam, mert az aztán öreg emberessé tesz engem, csak megtaláljam, megvan. Én pedig kinézek, hogy tiszta-e a levegő. Igen, jó? Igen, igen, mert megnézem, akkor... Megnézem, hogy igen. Lehet jönni. Akkor induljon. Remélem a kis csizmákban mindenhol ott volt az ajándék, hogyha nem sikerült, akkor még nem késő, még holnap reggel is ott lehet, és nem kell nagy dolgokra gondolni, néha egy picike kis szaloncukor, vagy egy picike-picike kis, egyébként nem túlságosan ért, forintban nem túlságosan értékes ajándék is jó lehet a gyermekeknek is nyilván, és egyébként a felnőtteknek is jól esik, ezt hozzáteszem már a saját tapasztalatomból. Ugye egy 1700 évvel ezelőtti püspökre emlékezünk egyébként ezen a napon, ugye 343-ban halt meg Mira város püspöke, Szent Miklós, ugye Miklós püspöket később Szent
ketté avattak, és erre az eseményre, Miklós püspökre emlékezünk. Itt pedig tulajdonképpen most Fülöp Mária szakértővel nem túlságosan távoli időre megyünk vissza, de azért mégis látható, hogy milyen változások voltak a tankönyvekben az elmúlt időben. Ez a tankönyv, Mária, ez mikori ez a tankönyv? 1993-ban készült. 1993, csak így végiglapozom, érdemes belekukkantani egy kicsit. Ez volt 1993-ban egy tankönyv, ugye színes rajzok azért már, hát színes, ugye kétszínű rajzok láthatók benne, és más nem. A többi ez mind új, mondjuk nézzük meg ezt a biológia könyvet. Hát, ez már azért egészen más, tele színes képekkel, az talán még inkább. Hogy a változást is lássuk a könyvekben. Igen. No, hát akkor erről beszélgessünk egy kicsit. Hogy kell ma a gyerekekkel beszélni a tankönyveken keresztül, és hogy kellett régen? Hát én úgy gondolom, hogy a tankönyv az mindig egy adott kor és a társadalom normáit, viszonyait tükrözi, tehát változnia kell. Vannak azonban állandó értékek, tehát ilyen például, hogy nagyon jól tanítható legyen és tanulható legyen ebből a tankönyvből, tehát ha a gyerekek szempontjait nézzük, akkor legyenek benne olyan korszerű módszerek, amelyekkel ők a tankönyvben lévő ismereteket nagyon könnyen elsajátítják. Tehát tulajdonképpen a módszertan nem nagyon változott a tankönyvekben az elmúlt 20 évben? De igen, lényegesen változott a módszertan is, és ez egy nagyon fontos dolog, hiszen csatlakoztunk közben az Európai Unióhoz, bekerült a nemzeti alaptanterve, a kulcskompetencia, a keresztkompetencia, tehát kell is változni, és a pedagógusoknak meg kell újulnia, ezáltal a módszerek is változnak. De a képekhez egyébként más feladatok is társulnak? Természetesen, amíg az előbb, amelyet ön lapozgatott, ott inkább azt mondanám, hogy öncélú volt az illusztráció, ma már az oktatási hivatal pontosan meghatározza, hogy egy-egy kép, egy-egy illusztrációhoz milyen feladat társuljon. Rendben, akkor arra kérem, hogy fáradjunk most oda, és akkor üljön nyugodtan oda, és akkor köszönöm. Mi pedig itt Szelei Miklóssal, akit hát már munkatársunként köszönhetünk itt az adásban, egy picit megpróbálunk játszani, ez valami magyarral kapcsolatos játék lesz? Igen, ez egy másodikos nyelvtan. Ugye ez egy interaktív tábla, csak hogy érezzük, hogy hova jutottunk el a tankönyvektől 93-tól. Igen, digitális tananyagról van szó. Tulajdonképpen csak az ABC szerint kell haladni tovább. Ha. Rendben, akkor nézzük meg, a C-n van a béka, van. Ugye? Akkor a C, utána a C jön szerintem, átülik a C-re, aztán a D-re, aztán nem az E-re, mert közben itt van a Z és a Dzs, és ugye, így, né, és E, E, és így tovább, jó, hát az is nagyon jó benne, hogyha persze újra kezdenénk, akkor egy teljesen más sorrendet látnánk, tehát nem lehet memorizálni a gyereknek, hanem jó. És ilyenkor a béka ugrál mindenhova, a második azok pedig nagyon élvezik, hogy a béka ugrál, ugye? Így van. Nagyszerű. Nézzünk egy másik feladatot. Ezek összetett és egyszerű szavak. A dominót kell folytatni a megfelelő sorrendben. Tehát játszani tudunk tulajdonképpen. Van, a gyerekek játszani tudnak az órán, miközben pontosan tanulnak egyébként. Lánchoz és a szemhez kellene. Hát nézzük csak, szemüveg, tegyük oda az üveget, jó? Szemüveg, rendben láthatjuk, van. Láthatjuk, hogy jó a megoldás. Üveghez, üvegház. Nagyon jó. Én is ezt tenném is. Nagyszerű. Háztető. Hát jól eljátszunk itt az adásban, tetőcserép és így tovább. Üljünk le egy kicsit, mivel ezek után már így jön a többi is. Szóval Mária, hogy lesz ennek majd a folytatása, vagy hogy lesz mindennek a folytatása? Mert Eszter, nem tudom, van-e kérdés most, nézői kérdés? Annyi nézői kérdés érkezett, hogy ugye változtak a tankönyvek, de a közeljövőben hogyan fognak kinézni a tankönyvek, és esetleg a kerettanterv változás az mennyire fogja érinteni a tankönyveket? Lehet, hogy a táblát is belevehetnénk rögtön, mert a táblák is változtatják a tankönyveket, nem? Természetesen. A kerettanterv annyiban más az eddigiekhez képest, hogy meghatároz konkrét tananyagtartalmakat, tehát valamilyen szinten ehhez fognak illeszkedni a tankönyvek is. Azt mondanám, hogy egy kicsit egységesebbek lesznek. De hogy haladnunk el a korral, az biztos, és hogy a mai gyereket egy papíralapú tankönyv már nem köt le annyira, mint egy ilyen interaktív tananyag. Nem mondja, hogy előbb-utóbb e-bookokkal járunk iskolába. Én úgy gondolom, hogy igen. Igen? Én úgy gondolom, hogy igen, és ez a jövő. És ez rákapcsolódik majd az interaktív táblára, és akkor egy teljes rendszerrel tudunk dolgozni. Így van. Ma is már kétféle lehetőség van, tehát vannak PDF formátumban nagyítható könyveink, ami egy az egyben a papíralapú tankönyvnek a mása, de mégis lehet beleírni, rajzolni, megjegyzéseket tenni, és így tovább. És amit most látunk, ez azt mondanám, hogy más, mint a tankönyv teljesen. Na, innen folytatjuk majd akkor Miklóssal is. Nem csak a tankönyvek színesek, hanem az időjárásunk is. Ugye láthattunk az elmúlt napokban havat,
ma napot. Üveges Zoli kollégám pedig már itt van és elmondja a folytatást. Zoli, milyen időnk lesz? Szia! Szervusz, köszöntöm a nézőket. Nem csak a napot, hanem havat is fogunk látni a következő napokban. A hétvégén sok havat minden jel szerint. Ha az éjszakai órákra pillantunk, még ennek sok nyomát azért nem látjuk. Egy-két hózápor előfordulhat elsősorban a keleti ország részben. Most egyébként pont a főváros térségében vannak futó hózáporok, de amint látják, a hőmérséklet jelentősen fagypont alá csökken, erős fagy várható többfelé a Kárpát-medencében, olyannyira, hogy az északi, északkeleti völgyekben akár mínusz 10 fok alá is csökkenhet a hőmérséklet. Holnap napközben még száraz lesz az idő, számottevő csapadékra nem számíthatunk, illetve északkeleten Kárpátok, északkeleti Kárpátokban egy-egy futó hózápor előfordulhat, majd délután délnyugaton kezdődik erős felhősödés, ebből a felhősödésből szombatra virradó éjjel kezdődhet majd újabb havazás. A hőmérséklet észrevétlenül, de tovább csökken valamelyest, egyre nagyobb területeken marad napközben is fagypont alatt a hőmérséklet. És akkor nézzük a következő napokat, a hétvégét. Hát majdnem, hogy azt kell mondjam, hogy brutális időre van kilátás a jelenlegi számítások szerint, ugyanis délnyugat felől egyre nagyobb területen kezdődik havazás, akár erősebb havazás is, és a megerősödő északi szél sokfelé okozhat majd hófúvást. Tehát aki hosszabb útra indul a hétvégén, mindenképp célszerű, hogy tájékozódjon az útviszonyokról és az időjárásról egyaránt. A jövő hét elején is folytatódik a zord téli idő, de ekkor már valamelyest kevesebb helyen lesz havazás. És nézzük a havazás mennyiségét számszerűsítve. A következő térkép az egyik legmegbízhatóbb számítógépes modellünk becslését mutatja. Eszerint délnyugaton akár 40-50 centi friss hó is összegyűlhet a hét legvégéig, ugyanakkor az északi megyék valószínűleg kimaradnak a komolyabb havazásból, ott mindössze néhány centi valószínű, de szeretném hangsúlyozni, hogy ez egy becslés, addig még sok minden változhat. Zoli, köszönjük szépen! Ha a becslés igaz, akkor azt hiszem, hogy szánkóval fogunk járni. Biztos. Köszönjük! Pap Szabolcs és a közoktatás. Stúdiónkban a szupernem énekese. Bebe beszédzavar. Hogyan lehet Erint kovácsolni a dadogásból? Én kiabálós anyuka vagyok. És én meg hát lehet, hogy neki erős személyiség vagyok. Élete a tanítás. Hivatástudat korhatár nélkül. Gyermekvilág az egy csoda. És ahogy már Szilárd említette a műsor elején, Galambosi Elvira a telefonnál várja az önök hívásait. Egész adás alatt kérdezhetnek tőlünk a 061-759-5600-án és a 063-759-5600-án. Írhatnak nekünk SMS-t is a 063-555-5526-ra. Ne feledjék megírni a saját telefonszámukat is. Ezt szépen nézek, a szemüvegen átled, de látod, mama, milyen a virág, de a pofozó srác, mint a más lát. Nem bírja a bubukúrámat, mert te kinek itt tartom a szám, hogyha jönnének a szavak, mert mondod, hogy egy párat. Máshogy mondom, furcsa mondod, de a fölöm és a hordom mondja, hogy akarod, érsz, ahogy akarod, úgy, ahogy akarod. Dobogod egy kicsit vicces az egész, egy kiki kérte, tudom neked egyszer is elég popo, most nem szóltad, de arra ragad, mit a mész, de ne szeszít a fejem, mi mikor hazamész. Kényelmetlen gyerekkori gondok, én sem értem néha azt, hogy mit is mondok. Te kicsi vagyok, nem ugratok, nem ugrálhatok, csak szépen megfertőzöm a nagy világot. Hadd legyek én is a tetején, hadd játszam én a hőszerepét, hadd legyek én is az egy kicsikét. Máshogy mondom, furcsa mondom, de a fölött én a mondom, mondom, hogy akarod, értsd, ahogy akarod, úgy, ahogy akarod. Máshogy mondom, furcsa mondom, de a fölött én a mondom, ez máshol szól. Pap Szabolcs, a szupernem énekese itt van már nálunk. Szervusz. Sziasztok. Ez dadogásra épül egy kicsit ez a szám, ugye? Igen. Tehát ott van benne egy kis dadogás. Abszolút. Ez igazából ez volt a legelső dalunk, amivel bemutatkoztunk mi a szupernem, ez 2003 környéke. És nekem van egy nagyon kedves barátom, és egyben a zenekar dobosa, Mózsik Imre, aki szintén ilyen problémával küzd. És hogyha mi ketten leülünk, akkor ott egy 5-10 perc múlva összedől a világ, mert egymás húzzuk, rángatjuk bele ebbe a beszéd zavarba vagy hibába. És amikor énekel
énekelsz, akkor, amikor énekelsz, akkor ez nincsen, ugye? Ez olyankor nincs. Tehát, hogyha én hallottam már olyat, hogyha egy szavarsz, tehát hogyha verset megtanul az ember, akkor is, vagy hogyha szerepet játszik, tehát akármi. Na és akkor ketten Ibivel leültünk, mi legyen az első számunknak a témája, miről szóljon, és akkor az Imi kitalálta, hogy akkor azonnal a dadogás, és akkor ez ilyen ez tök volt jobb. A zenekar első száma, így és azonnal a dadogásra. Ez azt jelenti, hogy te ezt nem takargatod túlzottan, tehát úgy vállalod az egészet. Hát így mondhatni úgy, hogy én ebből így előnyt kovácsoltam, már suliba ezzel is szórakoztattam. Suli, bocsánat, a fülembe közben mondanak valamit. Eszter, van egy kérdés iskolával kapcsolatban? Igen, pont az iskolához kapcsolódik, hogy mennyire okozott nehézségeket akár az iskolában, kisebb korodban? Én mondjuk mindig elő tudtam magam adni, tehát én ebből próbáltam így viccet csinálni, vagy inkább így, tehát így mindig mellé tettem humort. Például, én nem is tudom, például a katonaságot azt például ezzel úsztam meg, mert állítólag emiatt nem vittek engem be, ami ennek így a komolyabb része. Suliban nekem pedig ez kár, bocsánat, csak hadd várjuk közben, például volt egy olyan ezredes, aki jeje ezredesnek hívtak, azért mert a jelentem, ez volt, dadogott ő is egy kicsit. Hát és akkor gondolom, ott azért rászálltak az emberekre, és akkor jelenleg nem akarták. Nem szálltak rád sohasem? Valahogy én ezt mindig ki tudtam védeni. Mert hogy humorral megúsztam. Humorral, igen. Tehát, hogy nyilván van, amikor ez nálam is egy időszakos, hogy mikor jelentkezik jobban, mikor nem. Nem mondom, hogy mai napig nem szoktam néha zavarba lenni, amikor nem jönnek ki bizonyos szavak, de hát igazából én ezzel így megtanultam együtt élni. Jó, akkor nézzünk bele még egy zenétek, aztán folytassuk innen a beszélgetést. Legyen így. A zenekar nem ragadt le azért a dadogós tematikánál, úgy látom, megvívó képesek vagytok. Próbáltad valamikor kezelni? Szüleimnek volt ilyen próbálkozása. Egyszer gyermekkoromban emlékszem, hogy ültem egy tükör előtt egy ilyen rendelő szerűségben egy ezzel foglalkozó szakemberre. Aztán így ennyibe is maradtunk. Tehát én mondtam az édesapámnak, hogy nem akarok ide járni, és akkor így ennyi. Tehát így valahogy ez engem így nem zavart. Mondjuk én annyira nem is mélyültem ebbe bele, szóval így, hogy tehát én felmerek menni a színpadra, világéletemben fölálltam az asztal tetejére és ordítottam, tehát hogy ez engem soha nem vett vissza, ezért nem is láttam annak így jelentőségét, hogy én ezzel komolyabban foglalkozzak. Tehát amikor így összekapom magam, akkor így ez nem is jelentkezik. Tehát ilyen... És most sem gondolsz arra, hogy ezt kezelni kellene valamiképpen, hogy ezt eltüntetnéd, hogy ez már hozzá tartozik? Ez már abszolút, tehát igen, tehát ez már az életemnek egy nagyon fontos része, meg komoly része. És mondjuk egyébként nem volt olyan menedzser, vagy valaki, aki foglalkozott a ti üzleti ügyeitekkel, a zenekarral, aki el akarta tüntetni ezt az életedbe, hogy ezt nem csinál? Nem, inkább azt mondták, hogy félsülködjek meg. Jó, hát az lehet, hogy az nem dadogás jellegű. Nem. Próbálták kutakodni, hogy mi lehet az oka ennek a te életedben? Persze, mai napig fejtegetem. Édesanyám azt mondta, hogy volt nekem egy óvodatársam, aki ráadásul névrokonom is volt, tehát ő is pap volt, én is pap vagyok, és hogy neki volt ez a problémája, és mi állítólag annyira jó barátok voltunk, hogy én így tudat alatt így elkezdtem őt így majmolni, így átvenni, hát hogy a gyerekek így emes a cser. Igen, tehát ez azért egy ragályos dolog, tehát amikor elmegyek egy társaságba, akkor így általában vissza szoktak hívni másnap, hogy azóta dadognak.
magának, mert hogy ezt így átveszi az ember, mindenkitől elnézést kérek, most lehet, hogy az egész ország nézi ezt a visót, és mindenki dadog. Na mindegy, szóval reméljük, hogy én elkezdtem dadogni? Egy picit, de aztán gondoltam tovább, hogy én azért egy elég heves gyerek voltam világi életemben, így előrébb jár az agyam egy pár kilométerrel, és lehet, hogy azért van, hogy így kicsit így össze kuszálódok. Jó, rendben, Szabolcs, köszönjük, hogy eljöttél. Nagyon szépen köszönöm. Mondtad mindezt. Most azért megmutatjuk a nézőknek egy sorstársa történetét, egy fiatal kislányét. Nekik könnyű, gondolhatnánk. De nekik sem volt könnyű. Sikerült azonban legyőzni beszédhibájukat, és sikeresek lettek. Zsófi ennek az útnak az elején jár. Jó eszű, jó természetű, kedves kislány. Jövőre iskolába megy. Nagyon gazdag képzeletvilággal rendelkezik, és bármilyen témát hozunk, bármilyen keretjáték köré építkezünk, ő mindig nagyon bele tudja magát élni, és ez nagyon-nagyon jó dolog. Mondja róla a logopédus, ugyanis rendszeresen a beszédjavító intézetbe hozza őt édesanyja, ahol komplex terápiában részesül. Részt vesz speciális tornaórán is, ahol mozgás segítségével oldják a beszéd szakadozottságát. A dadogás ugye a beszéd ritmusának és folyamatosságának a zavara. Ez lehet akár csak egy légzésbeli eltérés, lehet az első szótag ismétlése, vagy akár egész szavaknak az ismétlése is. Ha megtaláljuk a dadogás kialakulásának okát, a probléma kezelése is egyszerű, gondolhatnánk. Mégsem az. Legtöbbször a dadogásban szerepet játszik a pszichés háttér, de nem lehet egy okot találni az esetek többségében. Én kiabálós anyuka vagyok. És én meg hát lehet, hogy neki erős személyiség vagyok, én azt gondolom. És hogy ehhez tudnám így kötni. Minden akkor kezdődött, amikor a család új lakásba költözött, és megszületett a kistestvér. A probléma gyökerét is valahol itt, családon belül kell keresni. Az óvodában például abszolút nem dadog, itt sem, vagy nagyon kicsit, viszont otthon meg nagyon. Egér már fázik. Egér már fázik. Ezt mind azért csináljuk, hogy a beszédnek a dallamát, a hangerejét, tehát ezeket a jellemzőit is megérezzék, és előkészítettük azt, hogy ők is hangot adjanak. A terápia két részből áll. Először a logopédus és pszichológus foglalkozik a csoporttal, majd következik a mozgásterápia. A körkörös mozgások, a spirális mozgások testi szinten adják meg a folyamatosság és egységérzését, ami az ő verbális kommunikációjukból hiányzik. Tehát a testi élmények belsővé válnak, és ehhez az élményhez a beszéd is igazodni fog. Ez fontos lehet, különösen még az iskola kezdés előtt. Ugye milyen érdekes dolgokat hallottunk, egy kis testvér születése, az édesanyja azt mondta, hogy kiabálós anyuka vagyok, Mosányi Emőke az egyik vendégünk, és Galambosi Elvira is visszatért ugye a telefonoktól. Szóval valóban mindig a családban, ugye a Szabolcs az előbb azt mondta, hogy eltanulta egy óvodástársától. Azt is lehet, meg a családból is jöhet, szóval hogy van ez? Hát részben nyilván lehet eltanulni is, de ez ahhoz feltétel kell, hogy legyen egy hajlama a gyermeknek arra, hogy neki egy beszédritmus zavara legyen. Tehát nem kell megijedni, nyugodtan mehetünk olyan közösségbe, vihetjük a gyermekünket, ahol beszédhibások vannak, semmi problémánk nem lesz. Ugye Szabolcsnál az állt fönt az előbb, hogy ő nagyon-nagyon gyorsan beszél. Az úgynevezett hadaró dadogó ő. Az egész személyisége adja azt, hogy ilyen gyorsan már nem lehet elmondani azokat a gondolatokat, amiket ő szeretne mondani. Hogy alapozódik meg mindez a családban, vagy a személyiségben? Már hogy a dadogás, tehát igen, mit igen. Okoz? Hogy jut el addig egy gyerek, hogy ez megalapozódik lelkileg nála? Tehát mi lehet a lelki háttere? Mindenképpen kell szerintem egy idegrendszeri éretlenség, vagy legalábbis egy lassúság a beszédfejlődésben, és sokszor előfordul, hogy van valamilyen olyan erős érzelmi élmény, ami valahogyan megijeszti a gyereket. Tehát a kistestvér születése például lehet ilyen. Például lehet ilyen, igen. Vagy az, hogy mondjuk leesik valahonnét a gyerek, vagy hogy mondjuk egy családtagja megbetegszik, kórházba kerül. Tehát... Én gondolom, a mostanában gyakori válás az is vezethet ilyenekhez. Nem tudom, ezt tapasztalják-e a saját szakmájukban?
Előfordulhat. Előfordulhat, de nem ez a jellemző, inkább a traumatikus, hirtelen események, akár mondjuk, hogy egy autóbalesetnek a részese a gyermek. Tehát még ha nem is sérül meg, de megijedettől a hangtól, ami történik. Tehát valami ilyen dolog az, ami kizökkenti, és megakadályozza az, hogy ez a beszédnek a folyamatosság és a ritmusa az meglegyen. Eszter, van valamilyen kérdés? Kinek mennyi esélye van kigyógyulni tulajdonképp a dadogásból? Milyen ezek az esélyek gyerekkorban, és milyenek az esélyek felnőtt korban? Gyerekkorban természetesen jóval jobbak az esélyeink arra, hogy tökéletessé tegyük a beszédet. Azért alapvetően azt mondhatjuk el a dadogásról, hogy teljesen tünetmentessé tudjuk tenni, de azt, hogy ezt megakadályozzuk, és soha ne jöjjön újra elő, tehát egy újabb trauma ne hozza elő, ezt nem tudjuk ígérni. Pici korban egészen jól gyógyítható, felnőtt korban nekem az a tapasztalatom saját munkámban, és azt is ígérjük a pácienseinknek, hogy nagyon sokat fog javulni, megtanulják kezelni ezt a dolgot, megtanulják, hogy hogyan beszéljenek jól, ami segíteni fogja az ő előrejutásukat. Tehát volt olyan páciensem, aki utána óvónőnek ment el, vezetőbeosztásba, külföldre mentek, tehát mindenféleképpen az egész személyiség alakul. És emlékeztük, ilyenkor. Ugye Claudius császár, Bruce Willis, Anthony Hopkins őzelős, tehát azért vannak nagyon jó példák. Nézzük meg Zsófi történetét, nézzük tovább, és aztán utána visszatérünk még a témára. Reményeink szerint az iskola kezdésben nem fogja őt akadályozni a dadogás. Általánosságban azt szoktuk mondani, hogy nagyon-nagyon sok múlik azon, hogy a közösség hogyan fogadja ezeket a kisgyermekeket. Igazából én csak a csúfolástól félek, de azt gondolom, hogy bárkit bármilyen lehet csúfolni, tehát ebben bíztatom magamat. Az iskola kezdéssel nem szűnik meg a probléma, a kezelést továbbra is folytatni kell, erre több megoldás is kínálkozik. Ha gyerekek elmennek iskolába, és már nem tudják megoldani, hogy jöjjenek tovább, akkor az iskolában is van arra lehetőség, ha van logopédus, hogy folytatódjon a terápia. Ő is nagyon fél. Általában a dadogó ember beszédpartnere is kényelmetlenül érzi magát. Segítene kimondani a szót, de bántani sem akar. Mi a teendő? Esetleg tegyek úgy, mintha észre se venném? Nekik így szól a jó tanács. Nagyon fontos, hogy lehetőséget kapja minden helyzetben az az ember, aki a beszédben elakadással küzd, hogy megvárják, hogy végigmondja azt, amit szeretne, hiszen ez neki nagyon-nagyon fontos, hogy kifejezhesse önmagát. Abban a pillanatban, hogy két ember között ez a lehetőség megteremtődik, akkor segítünk neki. Ha sok mindent hallhatunk most a kezelésről, én azért visszatérnék még az okokhoz, illetve az eredethez. Olyan elképzelhető, hogy valaki dadogósan, tehát ugye nyilván dadogósan nem születik be, akkor nem beszél, de hogy amikor megszólal, akkor rögtön dadogni kezd? Ez elképzelhető ez? Van ilyen is, igen. És őt milyen trauma érte? Vagy mi az, amitől dadog? Ezt nem lehet tudni pontosan, de mindenképpen több ok szokott állni a háttérben. Tehát valószínű, hogy a beszédfejlődésben van egy egyenetlenség. Tehát mondjuk például a beszéd ritmusának a fejlődése lassabb. És általában, amikor szakemberhez kerül a gyerek, akkor szoktuk keresni, hogy mi van a háttérben. Vagy találunk valamilyen úgynevezett pszichés traumát. És akkor azt kell kezelni? Vagy nem. Akkor azt kell kezelni, ezt a pszichés traumát, vagy a dadogást? A pszichológus az a pszichés traumát kezeli, és a logopédusnak kell a beszédtechnikát. Az a jó, hogyha mindkét szakember foglalkozik a gyerekkel. Értem. Felnőtt korban is ugyanígy kell neki állni? Tehát vissza kell menni valahova a gyerekkorba? Az nagyon nehéz. Hát igen. Jó, Emőke, nem tudom, hogy önökhöz, amikor oda kerülnek a gyerekek dadogással, akkor önök is komplex terápiát alkalmaznak, tehát pszichológus, amelyik próbálja a lelki dolgokat gyógyítani, és a beszéddel foglalkozó szakember logopédus, aki pedig a beszéddel foglalkozik külön? Igen, piciknél ez úgy történik, hogy bent van a pszichológus is már a terápián, itt a filmben is láttuk, illetve nagyobbaknál, kamaszoknál, középiskolásoknál pedig úgy van, hogy van a beszédterápia, és emellett járhatnak pszichoterápiára is. Eszter, van nézői kérdés? A felnőtt korban van dadogás, akkor feltétlenül szükség van-e szakember segítségére a leküzdéséhez? A szakemberek biztos azt mondják, hogy igen. Lehet-e apróbb változásokat elérni esetleg saját magunktól?
Hát nem kizárt, de hogyha mondjuk felnőtt korig nem tudtuk ezt kiküszöbölni, ezt a problémát, akkor egyedül nagyon nehéz ezen változtatni, és hát nem hiszem, hogy tudjuk azokat a technikákat, amik el is olvassuk, hogy hogyan kellene csinálni, amit tulajdonképpen begyakorolva együtt meg tudunk tanulni. A szülőnek hogy kell viselkednie ilyen helyzetben? Mindenképp türelmesnek kell lenni. Tehát nem szabad sürgetni, hogy mondjad már, gyorsabban mondjad, mit akarsz mondani. Mert azon rontunk a helyzetet. Igen, igen. Hanem az, hogy kivárni. Az is jó, hogyha a szülő maga lelassítja a saját beszédét, esetleg a gyerek körül megpróbálnak egy nyugodtabb, lassabb, biztonságosabb légkört teremteni, és kivárni, ki kell simogatni a gyerekből azt a mondatot, amit mondani akar. És akkor tudnak segíteni egyébként a logopédusnak. Gondolom, hogy a szülőkkel is kell foglalkozniuk ilyenkor. Hogyne, természetesen rendszeresen vannak szülőcsoportok, de ami azt jelenti, hogy ezekkel a gyerekekkel, akikkel dolgozunk csoportban, dolgozunk zömében, a havonta a szülők is ott vannak, és együttesen elmondják, hogy milyen élményeik voltak, hogy a gyermekkel, vagy egyáltalán hogyan viszonyulnak ők a gyermekük beszéd problémájához. Jó, köszönöm szépen, még az adás végén akkor beszélgetünk egy kicsit, arra kérem neked, hogy fáradjanak a telefonokhoz. És akkor köszönöm. A nézőinknek adjanak tanácsokat, én pedig megyek Fülöp Máriához, aki már itt van a tankönyvekkel. Ugye beszélgettünk már arról, hogy a tankönyvek hogy változnak. Eszter, egyébként van valamilyen kérdés ezzel kapcsolatban? Közben érkezett? Esetleg annyi, hogy nem mindenhol használnak tankönyvet. Van, ahol egyáltalán nem. Itt általában jegyzetelni szoktak a diákok, hogy ezek a jegyzetek helyettesíthetik-e a tankönyvet. De tényleg vannak olyan alapítványiskolák például, ahol nincs tankönyv, ma sem. Igen, természetesen. Én úgy gondolom, hogy a tankönyv ez egy hihetetlenül jó segédeszköz. Tehát régen is egy palatáblával és palavesszővel is megtanították a gyerekeket, tehát én nem mondom, és nem egyedüli üdvözítőként nem mondom, hogy a tankönyv használható, de hihetetlenül jó segédeszköz. Akkor nézzük azt, ugye az idén beszéltünk arról, hogy mennyire képesek lettek a tankönyvek a régebbi állapothoz képest. Ugye hát itt láthatóak a nagy képek. Mi változott még a tankönyvekben? Mit gondol arról, hogy az elmúlt 20 év az milyen változásokat hozott még a tankönyvekben? Hát nagyon nehéz lenne. Nem lettek, ugye? Nagyon nehéz lenne ezt ilyen rövid idő alatt összefoglalni. Azt mondanám, hogy például teljesen más a tankönyvek kérdéskultúrája. Tehát régebben nagyon sok zárt végű kérdést adtak fel, amelyre mindenféleképpen egyértelmű és egyetlen egy válasz volt a jó. Ma már a tankönyvek inkább a véleményalkotásra, a saját vélemény megfogalmazására, a gondolataidnak a megfogalmazására ösztönöznek. Nagyon sok olyan tanulást segítő technikát mutatunk a tankönyveken keresztül, ami a gyereknek az ismeret elsajátítását segíti. Tehát módszertanilag is nagyon nagy változáson mentek át ezek a könyvek. És mit gondol egyébként, mi lesz a közeljövő? Tehát mi lesz holnap meg holnap után? Most a kerettanterben meg egyebeken ki vagy, mi lesz 10 év múlva? De merne ilyen jóslatokba bocsátkozni? Nem mernék, de hogyha megnézzük a változásokat, akkor azt mondanám, hogy lassan a papír alapú tankönyv valamilyen módon digitalizálódni fog. Hú, az e-book, igen, az előbb már ide jutottunk. Akkor megint fáradjon oda, és akkor nézzük Miklóssal. Miklósnak elfelejtettem boldog névnapot kívánni. Köszönöm szépen. Boldog névnapot. Mit láthatunk most? A látásról láthatunk egy animációt, és ebből is látszik, hogy egy digitális tananyag mennyivel többet tud, mint egy tankönyv. Nem tudom, mondhatjuk azt, hogy a jövő egészen biztos, hogy ez, de már, hogy már említettük, talán a jelen is. És ezekhez nyilván társul még plusz feladat is, utána a gyerekek megnézték ezt, amelyeként nyilván hanggal együtt van, csak ez most ugye. Igen, azt levettük róla, mert ugye mi beszélünk, és ez mégis fontosabb, mint ennek. Igen. És mondjuk, ha megnéztük mondjuk ezt az animációt, most nem fogjuk végignézni, leállíthatjuk, és akkor már is van egy feladat, amikor ugye össze kell kötni a látásnak, illetve a szemnek a főbb részeit. Ugye régen ezt úgy csináltuk, hogy ott volt ez a tábla minden osztály falán, és akkor ott oda volt írva. Tehát így az van. Nem volt kérdés, hogy itt nekünk valamit tenni kellene. Most viszont tennünk kell, oda megy a diák a táblához, és mit csinál? Oda megy a diák táblához, és megfogja mondjuk a szemlencsét, és elhúzza által elképzelt és helyre. A diák eltalálta, gratulálok. Köszönöm kedves szépen. Miklós diák. Még egyet azért nézzünk meg, mondjuk az in hártyát, az sikerül eltalálni. Hát, nem vagyok egészen biztos, de mondjuk húzzuk ide. Pedig ezt csak tréfának szálltad foglalni, akkor jó, azt hittem, hogy... Szóval ez a jövő, és akkor beszéljünk kicsit az e-bookokról és egyebekről, tehát azért ez újabb befektetést jelent a közoktatásban. Hol lesz ennyi pénz?
Hát ez egy nagyon jó kérdés. Én úgy gondolom, hogy ez nem az én kompetenciám, hogy erre válaszoljak. Az iskolák zöme állami fenntartásba kerül, innétől kezdve ez az állam feladata. Hát meg a szülőé lesz valószínűleg részben, nem? Nem hiszem, hogy a szülő ezeket a feladatokat átvállalná, hiszen pont most lesz ingyenes a tankönyv, majd 2013. január 1-től fennmenő rendszerben, és végül is az oktatás felvállalta a mindenféle segédeszköz ingyenes közzétételét a gyerekek számára. Természetesen jó, ha otthon is van számítógép, és ezeknek a programoknak az az előnye, hogy nem kell a szülőnek odaülnie a gyerek mellé és kikérdeznie, mert a program maga ellenőrzi, és nem hagyja a jó megoldás megnézése előtt ott hagyni a feladatot a gyereknek. Mária Miklós, köszönöm szépen. Ez volt az ugrás a jövőben, most pedig egy kicsit ugrunk a múltba, de nem kell megijedni, azért a jelenben maradunk, mindjárt meglátják, hogy mire gondoltam. Gyerekek, elégedett vagyok, ahogy bejöttetek. Úgy látom, megfogadtátok a kinti szidást, és mindenki már betartott, hogy Lábújhegyen jött. Úgy hallom, hogy nem is ébredt föl a kisgyerek oda át a szobába, de ezt a későbbiek folyamán is betartaniám. A Szentendrei skanzenben vagyunk, a falusi oskolába jöttünk, amely annak idején a település központjában, a tanárúr házában működött. Bemutatjuk Pap Tibort, aki nem csak itt tart foglalkozásokat a gyerekeknek, hanem egy helyi iskolában nevelőként is példát mutat neki. Kezdjük akkor a mai napot a szokásos reggeli imával. Hozzád fohászkodunk, ó fenséges Isten, hogy tanulásunkban szent lelket segítsen. Add, hogy figyelmeszessek tanítónk szavára, hogy gyűjthessek kincset lelkünknek javára. Ámen. Igen, igen, valamikor így kezdődött a tanítás a kisiskolában. Pap Tibor mutatja be a skanzenben a látogatóknak. Lelkesen magyaráz gyereknek, fiatalnak, felnőttnek. A katedrának már ebbe az időszakban egy nagyon komoly üzenete volt a gyerekek felé, és amikor itt áll a tanítóor, a tanulók óhatatlanul arra kényszerülnek, hogy fölnézzenek rá, jelképesen is üzeni, hogy a tanítóor egy tanult ember. Ő az, aki velünk foglalkozik, nevel bennünket. Föl kell ránéznünk, tisztelni kell őt. A tanítás a tanítóházában zajlott. A tanító élete példaértékű volt. Az osztályba az út a konyhán keresztül vezetett, így a kisiskolások beleláttak a tanító életébe. Azután a tanító úr sodró lendülettel mesélt még a mestergerendáról, a mogyorófa vesszőről, ki ezért, ki azért sziszen most fel, a sarokban a fagolyós számológépről és a palatábláról. Tökéletesen megfelelt a célnak, hiszen egyszer kellett érte pénzt kiadni, azt követően már bármeddig használható, apák adhatták tovább fiúknak, unokájuknak, és generációkon keresztül lehetett ezt továbbadni. Így mesél a régi iskoláról hétről hétre a skanzenben a tanító úr. Aztán felkerekedik, és néhány száz méterre arrébb a mai kisiskolásokat tanítja hazaszeretetre, becsületességre. A magyarófa vesző pedig a helyén marad. Hivatásos katonának készültem, amióta én visszaemlékszem, gyerekkorom óta erre vágytam. Katonai akadémiát pont a rendszerváltozás időszakában. A 4 év alatt minden megváltozott. Másik hivatást választottam. Nem tévedtem. Van, amikor megkérdezik tőlem, hogy nem sajnálod? Tehát azok a régi katonatársak. Nem. Ez így van jó. Zalán! Hívtak ide, ekkor egy kis létszámú osztályt indított az iskola. Olyan gyerekek jártak ide, akik halmozottan hátrányos helyzetűek voltak, és melléjük keresett az iskola vezetése napközis nevelőt. Nehéz, de szép munka lelkileg. Az embert viszik előre az apró célok, a tanítás és a tanulás iránti vágy. És hát itt ismerkedtem meg mellesleg a feleségemmel, aki ugye itt van a pályán, úgyhogy minden adott volt ahhoz, hogy itt gyökeret verjek. 10 cm, hány deciméter? 100. 1 deciméter. Ha ők a mai gyerekek,
akkor csodálatosak, tehát jó velük együtt lenni. Őszinték, nyíltak, szeretnivalóak. Szeretnivalóak. Tehát velük lenni tényleg öröm. Kislány Süni? Akkor... A feleségem az osztálytanító, tehát a mi életünk ugyanúgy zajlik, mint régen a falusi tanítóknak. Számunkra az érték a család, hiszen... Nekünk ez a legfontosabb. Ezt kívánjuk közvetíteni, és ez szép lassan a gyerekek előtt is elfogadottá válik. Doni elmondja, hogy mi van olvasásból. Olvasásból a bocsit kell olvasni. Addig nem öregszik az ember, amíg körülöttük van, hiszen a gyerek mellett pörögni kell, meg kell maradni fiatalnak, át kell venni az ő meséjüket, tehát örök fiatal marad az ember, ez biztos. Hát jól van, kisfiam, mondta édesanyám, akkor én megyek, s megcsinálom a bocsidat. Ha számvetést teszek eddigi életemről, lehetséges, hogy csak ugyanezt járnám be. Mi kellett az a katonai múlt is, ahol, ahol bizonyára sok kudarc is ért. De ért nagyon sok siker, amitől gazdagabb lettem, amit tudtam magammal hozni. Az, ahol az ember rájön, hogy a gyerek micsoda érték, mennyire egyszerű, mennyire tiszta is, mennyire egyenes. A felnőtt világ már komolyabb. Vannak szerepeink, álarcaink, tanult dolgaink. A gyermekvilág az egy csoda. Én arra vagyok kíváncsi, Elvira, hogy a tekintély és a hivatástudat az egy tanárnál hogy alakul ki? Hogy tudja kialakítani maga körül a tekintélyt, és hogy alakul ki a hivatástudat? Lehet, hogy még össze is függ a kettő. A hivatástudat az vele született dolog, azt gondolom. Egyszer csak ráébred az ember arra, hogy ő tanárnak született. A tekintélyt viszont, hát ahogy klasszikusan az ember tudja, ezt ki kell vívni a gyerekek szemében. Nem a vívásnak a küzdelem értelmében, hanem inkább úgy, hogy a személyiségével valahogy elvarázsolja őket. Mit tapasztal? Hogy alakul ki ez a tanári tekintély? Ki a legtekintélyesebb tanár? Milyen az a tanár, aki ma tekintélyes a gyerekek körében? És ez más sem, mint 20 éve, 30-40 éve, bár nyilván ön annyira nem tud visszatekinteni, de a tanárai mit mondtak erről? Uh-huh. Azt hiszem, az a gyerekek szemében fontos a hitelesség, az őszinteség, és az, hogy tudjon példát mutatni. Ezeket gondolnám. Tehát azt mondja, hogy a teljes személyiségével nevel a tanár. Igen. A példamutatás az mit jelent például? Tehát, hogy ne dobd el a szemetet, fiam, de én elejtem a szemetet és ott hagyom, akkor ez nem példamutatás, hát nyilvánvalóan. Igen, ez a bort iszik és vizet prédikál. És a hivatástudat érdekelne még, tehát azt mondja, hogy az vele születik, ezt nem lehet különösebben alakítgatni, de azért példamutató tanár személyiségek azok nem alakíthatnak ki valakiben hivatástudatot? Nem lehet, hogy mégiscsak valaki 20-25-30 évesen, vagy mint a tanító, akit az imént láttunk, később ugye már hivatásos katona volt, és utána jött rá, hogy a tanári hivatás az övé, és ebben találja meg az élete értelmét. Igen. Hát azt hiszem, hogy ezt sokan kutatják, hogy ez hogy alakul ki, de ennek a nyitjára nem jöttek még rá, vagy nem tudok róla, hogy rájöttek volna. Valami olyan ez, mint egy ilyen varázslat, hogy egyszer csak az ember rájön, hogy neki ez való. Jó, köszönöm szépen, akkor nézzünk bele egy másik varázslatba viszont, ugye Eszter? Így van, Fejős Ádám megérkezett a Meteo Klinika híreivel, hát erős havazás várható, Ádám. Gondolom, hogy ez viszont a szervezetünket már hamarabb megviseli, megérezzük, esetleg olmos fáradtságot érzünk. Köszöntöm a kedves nézőket, szervusz! Hát igen, kemény időszak vár a frontérzékenyekre itt a Kárpát-medencében, és nem is feltétlenül attól, ami a következő 24 órában fog történni. Ekkor ugyanis egy hidegfront érkezik majd, illetve egészen pontosan már most megérkezett ide a nyugati határszélre. Viszont ami a figyelem középpontjában kell, hogy álljon az ez a front, ami most... illetve ez a frontrendszer, ami most itt látható, ennek egy gyenge melegfrontja, egy kettős frontja és egy hideg frontja is eléri majd a Kárpát-medence térségét a szombati napon. Na de lássuk azt, hogy mi várható pénteken, mert ugye még ez előttünk áll. Ezen a térképen gyakorlatilag elég jól le tudjuk követni a frontnak a haladását. Látszik, ahol megerősödik a szél, ott látjuk azt, hogy a frontvonal oda már megérkezett. Igen, kellemetlen, erős, illetve élénk északnyugati széllökések csökkentik majd a hőérzetet, illetve a komfortérzetet. És hogyha már hőérzetről beszéltem, akkor lássuk is az érzetet.
tervezett hőmérsékletet Üveges Zoli kollégám már beszámolt a hőmérsékletekről, arról azonban nem, hogy ezt hogyan fogjuk érezni. Ennek a már említett gyenge melegfrontnak a hatása az, hogy holnap itt a délnyugati határszélen már picit melegebb lesz, itt már olyan 3-4 foknak is érezhetjük a levegő hőmérsékletét, ezzel szemben itt északkeleten akár nappal is -9-10 foknak is érezhetjük az egyébként -4-5 fokot. Azt hiszem, hogy elég sok rosszat mondtam, úgyhogy kénytelen vagyok valami jót is mondani, ahogy azt szoktam, a végére hagytam direkt. A légszennyezettség a gyakori fronttevékenységnek köszönhetően alacsony, és várhatóan 3-4 napig még nem is változik, tehát ennek mindenképpen örüljünk és használjuk ki. Ádám, köszönjük szépen! Na hát én pedig roppant kíváncsi lennék arra, hogy egyébként az időjárási frontok a gyerekekre az iskolában érezhetőek? Valószínűleg igen, ugyanúgy, hogy a felnőtteken, úgy a gyerekeken is. És ilyenkor egyébként jobban előjönnek a különböző problémák is a gyerekeknél, vagy nem tapasztalnak ilyeneket? Ez most nem szakkérdés, csak gondoltam, hogy átvezethetünk a Meteo Klinikáról ide. Általában izgulékonyabban. Egy nagyobb a nyüzsgést, ilyenkor nehezebb egy kicsit velük dolgozni, de van olyan gyermek is, amelyik pont ellenkezően inkább egy kicsit álmosabb, fáradtabb lesz. Na akkor most bedobnám egy kicsit önök közé a labdát, és nézzük meg a telefonokat. Volt-e olyan érdekes téma, amit érdemes idehozni, vagy van-e önöknek valami olyan, amit nagyon el akarnak mondani a nézőknek? Hát több olyan telefon is volt, itt volt olyan betelefonáló, aki 52 éves is kérdezte, hogy ő rajta lehet-e még segíteni. Dadogós. Így van, dadog, és hogy tudunk-e rajta segíteni. És mit mondott neki? Hogy igen, és az ő akarat erején múlik, és bizony tudunk olyan technikákat nyújtani, amivel sokkal könnyebbé tesszük az ő beszédét. Felnőtteknek is érdemes. Azért 52 év az már elég szép életkor, ugye én... Van valami olyan, amit ehhez érdemes hozzáfűzni, hogy ilyenkor is vissza kell menni egyébként gyerekkorba, kicsit kutakodni abba, hogy mi történhetett akkor? Vagy ilyenkor már felesleges? Ha nem is feltétlenül konkrét valami eseményt keresni, de esetlegesen egy szorongóságnak a hátterét megnézni, és azt kicsit oldani. Az szokott lenni, hogy még a dadogás miatt rossz tapasztalatai vannak az embernek, és ezek összegyűlnek. És már eleve úgy áll helyzetekhez, hogy ezt esetleg nem tudja megoldani. Tehát ezek a másodlagos, ezek a ráépült nehézségek sokszor azok, amik nehezítik a hétköznapokban, tehát már a felnőtt életben. Úgyhogy nem annyira a gyerekkorit kell megkeresni ilyenkor, hanem inkább ezeket a ráépült dolgokat leépíteni. Eszter, itt azt mondják nekem a kollégák, hogy van valami a tanári hivatás tudattal tekintéllyel kapcsolatban nézői kérdés? Az imént érkezett? Hát annyi érkezett, ugye, hogy lehet visszaállítani ezt a tekintélytudatot, ugye, olyan iskolába, ahol esetleg egyáltalán nem jellemző, tehát nem egy tanára nem jellemző, hanem a tanári karra nem jellemző. Na hát ez érdekes, ugye, ahogy a mai korban, tehát nyilván érzik a szülők is, hogy azért ez már nem olyan, mint régen a tanító, aki egy lépéssel azért távolabb volt a gyerekektől is, meg a szülőktől is. Igen, a gyerekek érzékelik szerintem azt, hogy a felnőtt világ hogyan áll mondjuk a tanárokhoz. Tehát, hogy az, hogy a szülők és általában a többi felnőtt hogyan viszonyul, mennyi tiszteletet ad a tanárnak, azt a gyerekek leveszik, és ők is ehhez igazodnak. Tehát az is fontos lenne, hogy a szülő tisztelje a tanárt. Nagyon is. Nagyon sokszor a szülő nem tiszteli a tanárt, és ezért aztán a gyerek sem. Hát, vagy legalábbis a gyerek nem érzékeli egészen pontosan. Ezt tapasztalja Emőke? Hát inkább azt hiszem a saját magánéletemben tapasztalom azt, amikor hallom a lányomtól, hogy valamelyik szülő hogy reagál, vagy egy szülő értekezeten lehet hallani, hogy bizony... Bocsánat, a gyermeke már iskolába jár, vagy már tanít? Iskolába jár, és ezért kerülök én szülő értekezletre, és bizony hallom azt, hogy a szülőtársaim hogy kritizálják a tanárokat, nem feltétlenül gondolom azt, hogy ez helyén való, tehát először inkább beszéljünk a gyermekkel, beszéljünk a tanárral is, talán akkor kellene egy véleményt alkotni. De ugye ez a tanárnak mindig igaza van, ezt mondták nekem régen a szüleim, tehát amikor valami probléma volt az iskolában, akkor ez volt az apkint, és a tanárnak mindig igaza van. Ez kellene, hogy legyen a kiinduló pont ma is? Nem hiszem, hogy ennek azért így kell lennie, de mindenféleképpen érdemes a tanárral beszélni előtte. Legalábbis én így gondolom, mi egy véleményt formálunk. Nagyon szépen köszönöm, lassanként az adás végére érünk. Köszönöm, hogy eljöttek hozzánk, Eszter. Viszont holnap délelőtt is, ha tehetik, akkor tartsanak az M1-en, mert hogy lesz családbarát. A pénteki családbarátban a kismamák jövedelmét is megismerhetik, vagyis jó tanácsok gyed és gyes idejére. Aztán kutyasorsok, télen a kóborkutyák is fáznak, vigyázzunk rájuk is, és a thai masszázs előnyeit is megismerhetik, tehát pénteken családbarát.
No de persze lesz MM aktív is pénteken, a régebb óta fiatalok problémáival foglalkozunk, például itt lesz nyugdíjszakértőnk, aztán van egy hihetetlen történet, ingyen taxi Budapesten, képzeljék el, főként idősebbeknek egyébként, szuper 50-es hegymászók az MM-ben, és a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet karácsonyi segély akciójával kapcsolatban is beszélgetünk itt, és lesz persze csellengők Ince Zsuzsával, szóval holnap is várjuk Önöket az MM-ben, mára pedig köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!